Ja, 18 per 27-nél tartunk. 9 óra, és most vagyunk a jailben. Ja, igen, mert elkapták a... A factory-be mentünk, ugye, a batteriért, és nem tudtunk kijutni, úgyhogy elkaptak, és most bezártak minket a börtönbe. 25 000 pont ment valakinek a levesbe? Így, hadikatona, így. Hát itt mindenki tudja, hogy ezek a pontos, szavazós, fogadós, mit tudom, milyen dolgok, ez mind szerencsejáték. Aliz volt a 25 000 pontjával, azt hiszem. Ment a levesbe, igen. Jó, most nem fogom tudni visszaadni őket, meg... Sziszka, ja Sziszka, te voltál, nem Aliz. Hát Sziszka, így jártál. Volt Potion Craft egyébként. Tehát, hogy arra szavaztál, hogy legyen Potion Craft, és volt Potion Craft. Ennyi. Sorry. Még a hivatalos Discordot is megnézted, és semmi? Majd bereportálom. Én. Jaj, tényleg itt vagyok kis... Jaj, úgy szeretem ezt a játékot. Gyerünk! Ó, fogy! Gyerünk! Fogy! Úgy! Úgy! Jaj, na várjatok. Így. Azt hiszem így. Majd egy cuki vagy. Istenem. Tudjátok, mi még cukibb? Ez. Úgy bizony. Hűha, oké. Ez az ajtó be van zsárva. Úgyhogy, akkor menjünk tovább erre. Fogy! Ó, ilyen magasra! Hát te nagyon ügyes kis cica vagy. Ja, hogy így megy, hát ez át. Na, jó marad, hát. Ennyi. Tudod, hol vagy. Ennyi ponttal elég időt töltöttél már itt, hogy ismerj. Ennyire, hogy tudhassd, hogy mit várhatsz el. Ó, fúj, pókhálók, meg minden. Jail. Ó, hát de várjál, itt nem tudok körbefordulni. Miért? Jaj, ez most hirtelen nagyon fura ez az irányítás. Jó, nyilván előbb a másik kell. Értem. Egyébként mennyire szánalmas, hogy már csak így megyek és csinálom a dolgokat is. Oh no, that's not good. Ez most valami puzzle feladat akar lenni, ugye? Csak megbuktam. Még? Nem? Írjam át a játék címét is. That sounds like a good idea. Szia, sárga piros! Oh, nagyon szépen köszönöm! Nagyon-nagyon köszönöm! Nagyon cuki vagy! Oh. Nagyon fun volt, meg tök jó volt, hogy a többiek meg másból voltak erősek. És így tök jó kiegyensúlyozott volt a játék.
hogy így jöttem le. Á, és most ide is átadok. No! Nagyon ügyes kis cica vagyok. Fan volt, mert Dávid csinálta a kérdéskét. Igen, igen. Ja, mert hogy az volt, hogy elkapták Clementine-t. Elárult minket az a blazer, vagy kicsoda? A bomber jacketes aranyláncos csávó elárult minket. És ezért csuktak le. Ó, szegény. Maci, melyik kiszólása? Melyik kiszólása tetszett? Nem tudok ott beugrani? Ezek szerint nem. Akkor tulajdonképpen mit is csinálnak? Ó, Flóra, nagyon-nagyon szépen köszönöm! A negyedik hónapot nagyon kedves tőled, nagyon köszönöm. Ha Dávid csinált a kérdésket, nem lehet, hogy direkt írta el a brand fényképes választ? Nem. És azt mondta, hogy ő kijavította, csak valahol valami doksiba nem került át a javítás. Úgyhogy igazából nem hibáztatunk senkit. Nem hibáztatunk senkit azért a rossz válaszért. Hála égnek én tudtam, mi a helyzet. Minden oké, Flóra. Természetesen, amíg cicás játékkal játszunk, addig minden csak oké tud lenni. Ó, hogy ott kijelzők vannak, és a természetes kinti eget próbálja mutatni, és itt is, csak itt meg már a LED panelek, vagy nem tudom, a kijelzők tönkre mentek. Szeretnél valami? Itt vagy? Szia! Szeretnél ide jönni? Mert látom rajtad, hogy itt keversz-kavarsz, vagy hát nem látom, de hallom. Hallom a kis velociraptor karmaiddal, ahogy itt mászkálsz. Gyere! 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 Igen. Kellett idő ezt a nagyon komoly döntést meghozni, hogy ide jöjjön-e vagy sem. Ilyen kijelzéstrükk van a Roxfortos nőteremben is, lol, Cefren. Na, hogyha elhelyezkedsz, akkor folytathatjuk a játékot. Mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá? Lefekszel ide az ölembe? Vagy inkább oda mész az asztalra? De ide is lefeküdhetsz. Nem, neki is melege van, és inkább persze, kérlek. Feküdj le oda! Dőlj neki a monitornak, bontsd el a setupot. Szétse szedted nagyon itt a helyzetet. Köszönöm szépen. Bocsánat, mi történt? Felkiáltójel ignore. Jaj! Jaj, Sziszka! Rengeteg sok szeretetet küldök neked, és a megbocsátásodért esedezem. És csak mondom, hogy Dragonus ennyire fontosnak tart téged, hogy kiváltotta ezt a te számodra. Úgyhogy, Sziszka, nagyon köszönöm az elkötelezettségedet. Tényleg nagyra értékellek. Na. Így jók vagyunk, cica? Így maradhat minden? Ó, annyit vártam, hogy lefeküdt! De cuki istenem. Jaj, ne is levették a hátamról!
elvették a robotomat, basszus kulcs. Oh shit. Oh, that's bad. That's bad. Ouchie. Ouchie, ezt nem kellett volna. Ezt nem kellett volna. Bezzeg az én 15 kamió nördi, téged is nagyon szeretlek, tudod? Tudod? Hol megyek fel? Amúgy nem vagyok az ilyen osonós játékoknak a mestere. De mondjuk itt tuti nem tudok átmenni. Hát ez mi? Ez micsoda robot? Ó, la la! Ó, ó, ó! Bitch! Na, hát ezért van itt, ha ez annyira ilyen tipikus cica dolog, értitek, hogy így találsz egy lyukat, és így bemész, és így hopp! Na, nagyon jó. Merre fogok tovább menni? Fölfele? Szerintem igen. Az a baj, nem olyan kényelmes itt az egértartás, mert hogy a stream decket igazából nagyon arrébb lökte a macska. Na, mehetek? Vagy jön valaki? Vagy... Ha ő most jön vissza, akkor ezt még megvárjuk. De hát nem is jött nagyon közelebb. Na. Hopp! És most itt hogyan? Bocsánat, de itt most mit is csinálok? Oda megyek át. De hogyan? Ó, nem! Ott a dobozokon kell felmennem? Ó, shit. Fogy! Nagyon ügyes kis cica. Clementine-nak hívják. Jaj, de nem értem, mit mond. Oda. Ott a kulcs. De egyébként van kulcsom már. Az nem számít. Nem tudok beugrani. Oké, a kamera nem működik. Itt sima liba, be tudok jönni. Azért itt is csak körülnézek itt fent. Egy-két dolgot csak le lehet lökni. Jó, itt még mindig nem látjuk az eget. Itt vagyok! Take the key. Yes! És akkor most visszamegyek. Annyira jó így ezzel úgy játszani, hogy közben itt van a cicám előtte, mint fekszik és néz. Annyira
cuki. Szava! Itt a kulcs, tessék. Na? Elindultál? Arra? Jövök. Itt vagyok, de hol van a robotkám? Hol van a B12-m? Lola, hol van? Az én cicám semennyire se reagál a virtuális cicára. Elég nagy csalódás. Viszont elképesztően cuki videókat láttam, akiknek igen. Tényleg elképesztően cuki dolgokat láttam. De az enyém semennyire. És pont valakivel azt beszélgettem, hogy valószínűleg azért reagálnak, mondjuk ő alapvetően kijelzőkre se tévé, semmilyenre nem reagál, de hogy valószínűleg azért reagálnak ilyen erőteljesen a kutyák, macskák erre a játékra, mert hogy annyira eltalálták, annyira természetes a mozgása a macskának. De hogy tényleg, ahogy megy, ahogy pak-pak-pak, ahogy minden, nagyon-nagyon-nagyon eltalálták, és nagyon-nagyon valósághű a maga a mozgás. Nem, melyik Twitter oldal, Cefren? Nagyon sok macskásat követek, de ilyet pont nem. Vannak nagyon jók ez a cats that need to go to places, meg ilyenek. Cats who have places to be, és csak olyanokat osztanak meg, ahol ilyen macskák szaladnak egyik helyről a másikra. Imádom. Na, ott van. Jaj, hogy ott van Lola! Oké. Onnan jöttünk egyébként? Igen. Jövök. Megmentjük Lolát, ugye? Ott vigyázzál, mert ott dolgok vannak. Le tudom valahogy venni, nem? Catwatch Stray. Catwatch Stray. Wow, ha nem gépelném el. Catwatch Stray. Köszönöm szépen! Megkövettem, és végig fogom nézni a stream után az oldalt. Jaj, de cuki, és most így ráhajtotta a fejét a stream deckre, és azt használja párnának. Annyira aranyos a macskám. Valahogy megint az van, hogy túl... Hoppá, innen jöttem. Ügyes kissza vagyok már. Nem tudom, mi a bajom az egérrel, de nagyon, a mozgás az nagyon nem. Nagyon nem az igazi. Talán így jobb lesz. Nem tudom, mert a kábel is valahogy így be van akadva, meg valahogy most nagyon nem áll kézre. Pedig... Oh shit. Pedig ugyanazon a beállításon vagyok.
visszatérünk. Oh no, oh no. Oh no! Ah! Elnézést kérek, hölgyem, hogy maga éppen nagyon fontos hátnyalogatási feladatai vannak. Kérlek, baszogasd a monitort, tenyerej rá a billentyűzetre. Mit szeretnél még? Bármit megtehetsz, ez az a háztartás. Elnézést kérek. Nekem amúgy nincs olyan... Nincs... Nem tudom, hogy most ez így nem jó. Szóval ez a webkamera dolog, ez nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. De ma... Dude! Kb. Maradjunk ennyibe, aztán most úgyis mindjárt elkezd megint csak össze-vissza mozgódni, meg most már a monitor sor olyan szögben van, hogy kifejezetten élvezném a dolgot, úgyhogy... Mondjuk, mennyire sokat segítene ezeken a problémákon, hogyha nem két monitor közé ferdén bluetekkel lenne oda rakva a webkamerám, hanem mondjuk valahova rendesen oda lenne rögzítve. Az egész sokat segítene az ilyeneken. Nem akarja, hogy megcsalad homi ginger macskával. Szóval nekem amúgy nincsen a stream decken olyan gomb, ami kikapcsolja a streamet. Na, most mi történik? Okay. Oké, okay, látom, mit kell csinálnom. Jaj, az egyik új kedvenc TikTok oldalam a nézem. Látom. Imádom. Imádom azt az oldalt. Én csak egy cuki kis cica vagyok. Fup! Szia, Lola! Figyelj, Léci, ne csapkodjál már itt a farkaddal, jó? Én voltam itt előbb! Nyugodjál meg! Mit jelent, hogy sárga? High alert, vagy mi? Széken nem vesz észre. Yes. Az asztalon se. Lola! No! 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 Jaj! Jaj! Túl greedy voltam. Túl greedy voltam. Ja, hogy innen kell újra indulni? Hát ne viccelj! Hát én nem vagyok olyan ügyes, hogy ezt ennyiszer meg tudjam csinálni újra. Léci, ne csapkodj már itt a farkaddal! Tessék, úgy, hajtsad be magad mellé. Igen. Nem kell itt a feszkó. Szia, Matonyú! Oké.
Jó, jó, jó. Bocsánat. Oké. 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 Fuck. Oh shit, fuck shit. No! Megint túl greedy voltam. De most óvatosan fogok menni, jó? Most óvatosan fogok menni. Mondta a lány, majd elkezdett sprintelni a macskával. Jaj, most, hogy elment, most, gyerünk, 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 gyerünk. Ez az! Ez az! Itt miért nincs egy mentési pont egyébként? Oda akarok bemenni? Jó. Megint greedy voltam. Szépen nyugodtan kell ezt csinálni, Viki. Nem hallhat meg többször ez a cica. Szia, tibékokat! Miért nincs ott mentési pont, ahol én szeretném? Na, most meg fogom várni, hogy visszajön és újra elinduljon. Jó? Jó? Igen, csak lassan kell és minden rendben lesz. Úgyni, úgyni. Yes. Ez az, szia Lola! Na, ez egy biztonságos hely egyébként. Mi lenne, hogyha inkább a másik oldalról próbálnám meg? Vagy...
körbejövök ide. Szóval itt ezt a kettőt kell valahogy így... Shit! Macska! Te, aki itt fekszel, nem akarsz máshol feküdni, és máshol mosakodni, és máshol, nem tudom, mocorogni, meg ilyenek, nem? Ezt mindenképpen itt kell csinálnod? Mert hogy ez főleg egy ilyen high stress szituációban eléggé kellemetlen. Na. Igazad van, 45 fokos kanyara. Nekem is egy sólyom kéne. És akkor azzal nem lenne ennyi probléma. Shit! Oh no, okay, jó. Na. Az a baj, hogy itt nem tudom, hogy mi fog történni. Ott. Ó, oké, utána megyek, és az ablakba kell felugranom. Amíg el nem megy, ugye? No! Oh no! Hol megyek ki? Itt vagyok! Oké! Hú, megértem, hogy megint meghalok. Jaj, rá van írva, hogy kiss me, de cuki. Igen. Ez az, visszakaptam a hátizsákomat. Igen, megmentettelek. Jó barátok vagyunk, igen. Na! Menjünk! Persze, nyisd ki ezt az ajtót, azt menjünk. Most egyébként, hogy itt van velünk, most már figyelni kell izékre. Figyelni kell. Hopp. Figyelni kell emlékekre is. Hogy van-e valahol. De ahogy látom, nincs. Mit törtél be? Ó, azt ott fönn. Jaj, de cuki vagy! Gyerünk, cicó. Most hogyan tovább? They will spot me instantly. Bait them into those cells and lock them in. What? In? Like really?
Hogyan? Ó, oh, szia. Te ki vagy? Szia. Ó, oh, hogy rebootolják azokat, akik valami bűnt követnek el, meg ilyesmi. Beszéltem vele. Bocsánat, nem látok semmit. Mondjuk, hogyha feljebb veszem a fény erejét a monitornak, akkor lehet, hogy fogok látni. Úristen, izzadok, mint a szar. Jaj, de jó, volt egy checkpoint. Nagyon király. Nagyon király, ezt szeretem látni. Nincs semmi. Ó, hogy ide kéne őket becsalnom. De hát akkor megmaradok velük. Ó, de hogy én ki tudok menni. Oké. Okay. És hogyan csalom be őket? Jaj, szia! My mind is clear and lucid. Szegény. Mutassak neked valamit? Hát, bye. Alterista úr. Így becsalom. No. Na figyú, ezt itt kinyitom. És gyere be! Gyere be! Vagy nem ezt kell csinálnom? Gyere! Olyan, hogy kintről is rá tudom zárni. Ne! Most komolyan ezt kéne csinálnom, hogy oda becsüljön, mert hogy akkor ez rohadt nehéz. Ez a feladat. De hogy nem jön be eléggé. Hú, oh, de, oké. Okay. Sikerült! Sikerült! Yes! Ó, hogy miattad kellett, mert hogy te vagy az a csicska, aki nem tud elosonni. Oké. Okay. Oké. Okay. Te vagy az a csicska, aki miatt ezeket meg kell csinálni. Emlék! This poor fellow. Na, meghekeled? Mi van benne? Ó, teljesen kitörölték. Hát igen. No more emotions, no more self-awareness, no more memories. Ja. Wow, ez lett volna az utolsó ilyen típusú memória maradvány. Ezt nem hiszem. Na. Ó, oh, szia! Te? 758 év, és aztán... Ó, oh, őről beszélt valaki a városban, jó, meg csak 758 évre ültették le.
Oké. Ó, de ezt viszont be kell zárnom, hogy ne tudjanak kijönni. Nem lesz vége a játéknak, hát várj, még 27 chapter van, és hol tartottam? A 19-nél, vagy nem tudom. Szóval azt kellene megcsinálnom, hogy mind a kettőt egyszerre húzom magamra. Gyere! Siker! Egyet bezártam! És a másikat is be kell. Hát ez borzasztóan hangzik. De hogyha ezt kinyitom, akkor az nem fog kijönni? Dehogy nem. A rohadt életbe. Tehát kettőt egyszerre kell magamra húznom. Ó, és az egyik oldalt... Ó, ott be van zárva, oké. No! Most mi van, nem zártam be őket? Ó, de csak az egyiket, shit fuck. No. Ah, majdnem megvolt! Fuck, majdnem megvolt! Légy, ne kelljen az elsőt is megint megcsinálnom. Mert ez nagyon nehéz nekem. Jaj, de jó. Köszi, köszi. Na. Mi van, hogyha így ide jövök? És innen bezárom az ajtót? Zárd már be! Zárd már be! Ó, oh, oké, okay, hát ez... Ez mennyivel egyszerűbb volt, hogy ezért volt itt két ajtó, hogy... Csak hogy azt hittem, hogy akkor egyből kijönnek a másik oldalon, szóval csak simán becsalogattam, átrohantam, ott kijöttem, és hátulra rázártam az ajtót. Bakker! Hát ez így előbb is sikerülhetett volna. Na mindegy! First try, igen! Na. Gyere, csóka! Ja, már itt vagy. Jó. Na, akkor itt üljünk le egy kicsit. Pihenjük ki ezeket a fáradalmakat. Lökjünk le valamit az asztalról. Hogy egy kicsit meg... Le se tudom lökni. Nagyon ki vagyok. Itt mi van? Már megint át kell segítenem őt valahol. Nyilván! Jaj, de jó, végre egy fa! Végre egy kicsit kaparázhatok, úristen! Végre megint cica vagyok, és nem egy videójátékban menekülök dolgok előtt, hanem... Végre egy cica vagyok megint. Hú, oké. Minden rendben. Szóval most, hogy ide átjöttem... You should open the gate for Clementine. Yes. Hol is? Hogyan is? Nem figyeltem. Ezek a leghaszontalanabb robotok a bajos árnyok rohamdroidok óta. Hol nyitom ki neki? De nem tudok bemenni, de a túladalról be tudok. Ja, nem. Miért?
Bocsánat, tudod, hogy megyek be? Hát, vagy itt, vagy ott, vagy ott, vagy... Mit csinálok? Jó napot kívánok! Jó napot! Ugorjál fő! Na, ugorjál fő ide! Ide. Azt ha oda nem lehet... Oda? Nem lehet. Ó. Oh. Azt hittem egyel bonyolultabb lesz, hogy mit hogyan kell kinyitni. Oké. Okay. Na, most oda hogy megyek be? Igen, a control roomból. Igen, let's look around. Az ott, igen, azt keressük. Na, ide nem tudok felugrani, mert akkor onnan oda felugorhatnék. Nem? Clementine, mutasd meg, hol tudok felmenni. Azt hittem itt, nem itt. Oh, wait, ez itt mi volt? Oh, ja, csak kaparászok. És a kulcsot azt... Itt van egy kulcs. Nagyszerű, találtam egy kulcsot. Nagyon jó. Ez az, te menj oda közel, és akkor én meg fel tudok ugrabugrálni. Nyomasztó ez a hely. Hát nézd, az egész játék, kivéve az első 3 percet, ami után jön egy szívroham, egy sírás, és akkor utána így elkezdesz játszani vele, és igen, igen, ez egy nyomasztó hely bizony. Azt mondta, hogy... Annyira cuki, bazd meg. Itt mi van? Fami. Pugy. Imádom. Na, például ez annyira realisztikusra, hogy így megy, ahogy így ez a pak, ahogy így galopp... Ez nem is a galoppozás. Mert a galoppozás az, hanem hogy csak így ilyen pak, ez a gyors gyaloglás. Ó, nem tudok inni a pocsolyából. Olyan rég nem ittam már. Ezek szerint ebből a pocsolyából nem lehet. Oh, hello. Hello. Valamit le tudok itt dönteni? Nem. Na! Szomorú. Fagy! Yeah. Oh, fuck no. Fuck very no. No. Let's go. But why? Why though? Nem kellett volna ennyire beleszaladnom? Ó, oh, hát ez nem sikerült. Hát ez nem jött össze. Azt hiszem, akkor ez is ilyen rohanós. Ah, hogyha itt mögöttük megyek. Oh no, az nem igazán jó. Na, hadd pattanjak fel a platóra! Please! Ah! Hú! Oké! Okay.
Végre megmenekültünk innen, mondd Clementine, kérlek mondd, mert meg ki vagyok ettől a helytől. Yeah, megérkeztünk a bárhoz, ahol a köcsög átadott minket. Na, hova megyünk? Gyerünk! Ó, és itt kell majd berakni a batterit. Ó, jaj, feláldozza magát! The Outsider Manifesto says we must go outside at any cost. I wrote that. Clementine! Feláldozza magát, értünk. You're one of us now! Aj, annyira érzelmes ez a játék! I'll keep you in my realm, little outsider. No! Menekülj, Clementine! Na, itt van egy... Itt miért tudok ide feljönni? Itt mi van? Semmi extra. Csak itt lakott valaki? Mármint azt hiszem, ez nem ez az időpont, amikor le kell feküdnöm aludni. Csak a kék dolgok azok mindig gyanúsak. Fogy, gyerünk. Na, és akkor nem is tett, hogy ahhoz pedig, hogy a Subway menjen, ahhoz a batterit ott elől be kell raknom. Jól sejtem? Valahol itt. Igen. Use item. Battery. Nagyszerű. Megyünk a Subway-jel! Ú, de ennék egy Subway szendvicset, basszus. Annyi helyen megszűnt a Subway! Tökre ennék egyet. Az a kérdésem, hogy a Deákon van még, vagy az is megszűnt? Tudja valaki? Tűrűtűn! Jó, ez a börtönrész, ez nem volt a kedvencem. Én úgy tűnik, hogy ebben a játékban igazán az ilyen városban mászkálós küldetéseket, megcsinálós részeket szeretem nagyon. És egyébként itt valamit biztos elhagytam, mert hogy a Factory-be szerintem összeszedtem egy kulcsot, amit nem használtam. Vagy azt... Nem tudom pontosan. Control Room. Nagyon jó. Mielőtt a Control Roomba tovább mennénk, el kell mennem pisilni, de mindjárt folytatjuk.
itt vagyok, és folytathatjuk is. Szóval ez a Subway Control Room. Mi van? Ó! Oh. Ó, oh, valahova beragadtam! Oh no! Az előbb valahol, valahova nagyon beragadtam. Hűha! Valami teljesen jó állapotban lévő Subway-be sikerült megérkeznem. Hát ez ilyen vadi újnak tűnik meg dolgok. Enjoy the world's safest city. World City 99. Oké. Okay. World City 99. Oh, ott van robot, aki takarít. Wow, akkor ezért van ilyen tisztaság. Szia! Please head to the leisure area. Oh, hogy te ilyen karbantartó robot vagy, és lehet, hogy már nem él itt senki, és nem használja senki, de a programozásod miatt kénytelen vagy ezt itt fenntartani szép állapotban. Cold drinks. I would like a cold drink, please. Na. Nyilván hol máshol, mint a... Na, a múltkor is karfának akart. Mi ez? Korlát? Korlát. Hű! Hát ez elég szép tiszta high-tech környezet, kérem szépen. Mi történik itt? World City 99. Szia! Fogy! Fogy, fogy! Fogy! Felveszitek, amit lelökök? Fuck, azt nem tudom lelökni. Mindegy. Felveszitek? Amit lelöktem? Nem. Jó, ott is lelököm azért, jó? Jó, majd egy újt hátul át lehet osonni. Aj, ez is annyira cicás dolog, hogy ilyen kis apró helyeken így. Oh, hello! Bele tudok menni és... Oh, yes! Jaj, de itt már nem, csak az asztal. Ó, meg itt is. Szegény. Please be careful of the wet paint. Wet paint. Have a nice day. Na, és hogyha belemegyek, és utána nagyon gyorsan itt felszaladok. Nem, annyi időre nem maradt rajta a mancsomon. Jó napot! Ah, nagyon viszketek, nagyon izzadok, minden bajom van, de jó napot! Hű, mindjárt kinézek az ablakon csak előtte. City sealed. Szia! A felszínre vezet ez az ajtó! Wow! Wow! Szia, Tucker, Robi! How may I help you? Oh, hogy ez a leisure area. Hajdú iszketek. Meg ízlök, meg minden bajom van, az igazság. Hello? Hello? Ez a mi nem tudok mit csinálni. Hogy oda kell bejutnom. Only humans are authorized to enter. How? És ő meg nem human. Oké. Okay. Oké. Okay. Are you kidding me? Kényelmes tiszta fotel. Ó, de menő. Na, de ami legfontosabb, hogy most már itt nézzünk ki. Ott lent van a...
A city, ahonnan jöttünk. És ott szeretnénk felkimenni. Ó, hogy ott van a legalsó city, itt az egyel felette lévő city. És innen fogunk tudni remélhetőleg kimenni. Szia! Jó, igen, értem, a control roomba kell menni. Szia! Ó, szia, harcigép! Ó, bocsánat, elfelejtettem csetet. My current task is clean the window. Oké. Okay. Jó, értem, hogy a control roomba kell mennem, csak előtte azért még csak végignézek mindent, például. A háttemlere is fel tudok ugrani. Yes. Ó, de átmennem. Na mindegy. Na. És ez segíteni fog? Nekem valamiben? Ó, ide jössz, és akkor felugrok rád. Nagyszerű. És akkor itt mit csinálok? Ezt nem tudom használni. Itt nem tudom, bármi is kell, én ezt nem tudom használni. Oké, hogy ezt kellett, hogy te kinyisd, értem. Lol, oké. És arra volt csak szükség, hogy kaparásszam egy kicsit. Hát rendben. Na és most nyisd ki! Vagy meg kell várnom, mire te zöld leszel ahhoz, hogy... Ó, ne, ezt megköszönöm a hidratálást! Harcigép, hidratáljátok ti is? Nem. Panti. Köszönöm szépen, Panti, a hidratálást, hidratáltok ti is, mert a víz jót tesz a szervezetnek megfelelő mennyiségben. Fú, ez jól is esett. Szóval. Igen, te azt ott csináld, én meg csinálom ezt. Yes! Jó, kezd! Az meg a macska ször, meg minden. Kezdek egy kicsit irritábilis lenni. Az izzadság, meg a hőfok, meg minden miatt. Szóval ezt most meg kicsit így elkezdtem túlzásnak érezni. Ez most már nem annyira cicás, hogy meghekelünk. Hogy így meghekkelünk dolgokat, meg mit tudom én, ez már kicsit kezd túlzás lenni az én ízlésemhez képest. A legjobban az alap város tetszett, tehát hogy ez tényleg olyan volt, hogy ilyen koszos kis utcákon egy kis kóbormacskaként. Ó, oh, wow, hogy utálta azokat, akik itt élnek, mert hogy jó élet, tisztaság, mit tudom én. The plague. Jaj, a vírus mindenkit kiirtott a francba. Ó, és hogy nem tettek semmit azért, hogy megmentsék őket. És Rolának meghalt a családja. Igen, az emlékeidet hozod. Annyira jól néz ki, ott az alsó, meg a felső város. Bocsánat, itt egy bögre. Jó napot! Egy bögre. Egy bögrét rendeltek. Padló. Mr. Padló. Mr. Padló, ön rendelt egy bögrét. Tessék. Ó, még annyira finom volt a bögre, hogy kérnek még.
Rendben, természetesen van még bögrénkönöknek. Itt is van a teljes bögre kínálatunkat szeretnék végig kóstolni. Rendben, tudok ebben segíteni még. Itt egy újabb, és hát még ezt itt, még ezt is tudom ajánlani. Itt a gyerek részlegen, itt külön asztalnál tudom felszolgálni ezen az oldalon, vagy hát ezen a külön padlón. Nem, akkor inkább ezt is itt, így, és aztán, bocsánat, van még, legyenek kérem türelemmel, van még bögre, tessék, és még van bögre, amit igyekszek mindjárt önöknek kihozni, igen, és egy utolsót tudok még felajánlani, hogyha eddig ezek nem lett volna elég, de az utolsót azt nem tudom felajánlani. Az utolsót nem tudom felelni. Na, mész a francba! Hát jó. Nem tudom felajánlani az utolsót. Az ott maradt. Ne! Ő is azt mondta. A kosárlabdás achievement sokáig tartott. Fú, nekem elsőre meglett. Nekem elsőre meglett. Kis zene, igen. Ez mi ez a sárga? Valami könyv, vagy ilyesmi? Na. Na, nézzük ezt a control room dolgot. Én itt szívesen végig taposok mindent. Van kuka? Mi van a kukában? Papírok. Okay, semmi érdekes. Na! Ah, de jól néz ki, basszus! Ó! Hát ez mennyire cool! Hogy ott indultunk, abban a városban. Azért vakarom magam folyamatosan, mert nem tudom, akinek macskája van, az biztos tudja, hogy az van, hogyha izzadsz, vagy kutyája, vagy bármi, hogyha izzadsz, akkor azonnal elkezd hozzátapadni a szőr. És ahogy valami viszket, és megvakarod, akkor még több szőr fog oda hozzád tapadni, és még jobban fog viszketni, és itt csak azt veszed észre, hogy egy nagy szőrgombóc vagy, és folyamatosan csikiz, megzavar, meg minden. Szóval ez itt elég jól néz ki. Mit nyomunk? F... 10-et? 11-et? 12-t? Igen. Elég jól néz ki. Itt, hogy itt voltunk abba a városba, és aztán felérkeztünk oda, és most pedig itt vagyunk. Adom. Oh, wow, ott van valami. This is the main computer. Na, ez valami puzzle feladat lesz? Jaj, de cuki, hogy ott ül a cica meg a székben! No one has been here for years. Oké, okay, be kell kapcsolni a gépeket. Oké. Okay. Hogyan? Ó, hát ez egyel egyszerű, mint számítottam rá. Oops, sorry. No. Na, mindet bekapcsoltuk. Gyerünk, Lola! Megtalálta, de mit? Tudja, hogy kell kinyitni a várost! De valami nem oké. Roof control station. System is locked.
That's the workstation to open the city. Szia Moncsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 9. hónapot! Sziasztok, kicsik a repülőm, szóval van időm streamet nézni, jaj! Nagyon szépen köszönöm, és hát sajnálom, hogy kicsik a repülőd, de jó szórakozást, I guess! I hack the machines, and you destroy some stuff. Jó vagyok a dolgok. Dolgok tönkretételében kifejezetten jó vagyok. Tessék. Sima ügy! Egy kész. Oh! Jaj, ne! Intrusion, ne! Léci ne, küld be a robotokat! Léci ne! Fogy! Egyébként a cicát tökre megrázná az áram a valóságban, és ezt nem szabad. Nola, ne! Na, és hova kell még menni? Ide? Nola, hova megyek még? Hova megyek, Lola? Ó, kiégett, úgyhogy nem tudja megmondani. Lola! Olyan, hogy még itt van egy pár dolog, amit... Hát ne haragudj, Dániel, de nem tudom felvenni a telefont, majd visszahívlak. Éppen nagyon fontos feladatokban vagyok. Szia, Belóka! Messzire mehetsz, ha repülő kell hozzá. Nem értem. Ez a poén, ez elszállt fölöttem. Mi az, hogy repülő? Ó! Oh! Ja, csak ezt nem hackelte meg. Oké, de most már rendben. Ne, Lola, ne! Just carry me to the workstation. Oké, gyere. Gyere. Ez már a vége? Nem tudom. Szerintem nem kéne, hogy a vége legyen még. Itt kell, hogy letegyelek? Vagy hol? Melyik a workstation, ahova le kell, hogy... Ó, oh, az ott. Oké. Lola. That's it, we are safe. Jaj, mondd, Lola, mit? Jaj, ne! Lola tudta, hogy fel kell áldozni a magát. De most ki tudja nyitni a várost? Ó, viszont tökre teszi a szoftverét. Ne, és akkor mindent elfelejt. Macska, nyugodjál le, légy szíves.
Ne, de tudta, hogy milyen következményekkel jár. Jó, de hát az emlékeidet hogyan viszem ki? Nem fogjuk együtt látni a kintet. De látja a jövőt a kompanionokban, meg bennem. Oké, szóval azt jelenti, hogy benne van az emberiségnek az emléke, de nem feltétlenül gondolja, hogy az a jövő, hanem látja a kompanionokban, meg bennem a jövőt. Azért ez elég deep. Azért ez elég deep, hogy így, hogy benne van az emberiség emlékezete, meg mit tudom én, több ezer évvel ezelőttről. Így, csak így azt mondja, hogy hát végül is ezt így áldozzuk fel. De nagyon szerettelek, Lola. Nagyon jó volt veled. Oh. Úristen, ez de végtelenül cuki volt, Jézusom. De hogy végtelenül cuki volt. Hogy így odafeküdt mellé még minden. Olyan jó lenne, ha lehetne, mi történik, hogyha a macska nem igazgatná magát a monitor előtt. Srácok! Kinyitottuk a várost, és ott van a szabad ég fönt. Ott fekszik Lola mellett. Ez a kis cica meg köszönöm szépen, menjen el innen, igen. Édesem. Holy moly. Ugorjál már oda fel, léci. Onnan föntről akarom nézni. Oda nem tudok felugrani, de. Shit! Bakker! City Open. Wow. Jaj, hogy csak így ide tudok heverenni, és aludni tudok mellette. Hát ezt el se hiszem. Szia, Lola. Szia, Lola. Megyek.
Megnézem, mi van kint. City Open, ja nem is. What? Hű. A virágok és pillangók és minden. Ó, a madarak! Ó. Wow. Hát ez elég durva volt. Nem is tudom, hogy mit mondjak. Ez a vége, ez annyira érzelmes volt ez a vége, hogy így tényleg így kinyitottuk a várost, és ahol egész végig azt néztük, hogy a Companionnek hogy élnek, és hogy nem tudják, hogy mi van fönt, meg mi van kint, meg mit tudom én, és ahogy elkezdték, tényleg itt a végén Lola, amit elmondott, hogy oké, hogy benne van az emberiségnek így az emlékezete, meg minden, de hogy igazából azt látja a jövőt, hogy abban látja a jövőt a Companionökben, meg bennem, mármint hogy a cicában, és hogy ez ilyen tényleg több ezer évet csak ezek az utolsó élőlények, és így valóban akkor nekik kell élniük, és nekik kell, nem tudom, tehát, hogy most már az övék kell legyen ez a világ. És nem tudom, az egyik kedvenc dolgom benne egyébként az, ebben a játékban, hogy ugye az a címe, hogy Stray, és nyilván egy kóbor macskáról szól, aki ugye kintről indult, kint volt a kis barátai, élték a nyugodt kis cuki életüket kint, és aztán jaj, cat! Ah! Dogs! És hogy szóval, hogy effektíve egy kóbor macskáról van szó, és egész végig nem tudjuk meg a nevét, mert hogy nincs a neve, és hogy a játéknak is ezért Stray a címe, mert hogy egy kobormacska is nincsen neve, és hogy így... Nyilván nekem van egy nagyon durva soft spotom a macskák irányába. Um,
De hogy ez így mindennel együtt, sztori szempontból elég jól össze van rakva. Mondjuk ezt. Tehát, hogy tök különleges volt végig a hangulata. Tök különleges volt a játékmenete abból a szempontból, hogy nyilván itt főleg azért a végén, mert voltak olyanok, ami azért ilyen nagyon klasszikus videójátékos eszközöket alkalmazott, ahol így jó, oké. De hogy alapvetően a játékmenete is tök különleges volt, amiatt, hogy egy macskával voltam. És nagyon, nagyon-nagyon, tehát, hogy nagyon sok, nagyon macska specifikus dolog volt benne, amik nagyon realisztikusak voltak, és így kifejezetten macska szempontból nagyon realisztikusak. És ez fantasztikus volt benne. És nekem ez az egész sztori a Companion-nek, meg minden, ez is nagyon-nagyon tetszett. És közben meg persze ott van az egész, hogy Stray, és hogy az elején csak így találkozol így egy kobormacskával, és végigköveted a kalandját, és utána meg egyszerűen elsétál. Mert hogy egy kobormacskáról van szó. És valahol ez tetszik nekem, hogy nem az volt a vége, hogy jaj, ezért akkor happy end, és akkor így nem tudom, együtt él a robotokkal, és ők szeretik, meg a többi cica, meg mit tudom én, akikkel ugye az elején találkozott, hanem hogy valójában tényleg ez van a kóbormacskák életében, hogy így az életútjának egy darabig része vagy, és utána így megy tovább. Szóval, és tegnap egyébként pont egy, hát nem feltétlenül kóbor, de hogy egy ilyen cicával találkoztam, és ez is ilyen, hogy így, hogy csak így, nem tudom, így találkoznak az utak, egy darabig megyünk együtt, és utána pedig szétválnak az útjaink, és hogy ez így annyira ilyen, főleg az állatokkal annyira lehet így mély érzelmesen kapcsolódni, és aztán amikor csak még így látod, hogy elsétált, és így ez kicsit olyan, mint a Trónok harcában, amikor Arya ugye az utolsó évadban találkozik Nymériával, és így mondja neki, hogy come home girl, és hogy akkor menjünk haza a Winterfellbe, és hogy nem tudom, és a Nymeria meg csak így néz rá, és akkor Aryának leesik, hogy that's not you. Pont úgy, ahogy ő meg nem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen lady, aki valakinek a felesége lesz, hanem hogy így már más. Már. Na, sírni fogok. Eléggé rendben volt ez a játék. Eléggé rendben volt. És az igazság, hogy simán lehet, hogy vissza fogok jönni néha, és megpróbálom majd kiszerzelékolni, meg mit tudom, mert ugye van néhány emlék, amit nem sikerült összeszednem, és azokra is kíváncsi vagyok, vagy lehet igazából, hogy csak nézek valami videókat hozzá, vagy valami, de hogy ez mennyi? Ez egy 25 eurós játék? Mindenkinek azonnal ajánlom, szóval, hogy bőven minden centjét megérte ez a játék. Tényleg nagyon különleges, meg egyedi, meg minden. Meg cicák. Úgyhogy el is megyek sírni egy kicsit. Ezen a sztorin, meg minden. Viszont keresünk valakit, akit trédelhetünk. Nem rövid, tehát, hogy én mennyit játszottam vele. Jó, én kifejezetten lassú játékos vagyok, de így is, ugye megmondom, hogy 13 órát játszottam vele. Ja, szerintem úgy 10 óra alatt így simán kényelmesen végig lehet vinni. Menjünk Kimhez, jó, hogyha már itt a... Az elején kérés volt a Cult of the Lamb, menjetek és csekkoljátok le. 2 óra, ha nagyon gyors vagy. Jaj, fogok valószínűleg ilyen videókat nézni, ilyen speedrunokról. Igen, van ilyen achievement, hogy 2 óra alatt vidd végig. Meg biztos azt is meg akarom csinálni, hogy 1 órán keresztül aludjon a macska. Meg
fogom ezeket nézni, szóval, hogy a fejemben ez még így nem ért véget, hanem az összes ilyen apróságát még meg akarom keresni, meg akarom találni, meg akarom nézni, úgyhogy ennyike. Tök fontos, hogy ma este találkozunk 6-kor a Famit Geeks csatornán, úgyhogy gyertek mindenképpen, mert úgy néz ki, hogy D&D-zni fogunk, legalábbis nem szólt senki, hogy nem, úgyhogy 6-kor ott találkozunk, itt pedig holnap délután 2-kor, még nem tudom, hogy pontosan mit fogunk játszani, de majd keresünk valami érdekes dolgot, úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra, meg legyen szép délutánotok. Sziasztok!